munka után mindenki fáradtan érkezik a munkából, ugye haza. Ahhoz, ugye azt kell, hogy ne azt mondjuk, hogy örülök, hogy hazamentem, hagyanak engem békén, hanem akkor kerülök bele a fő prioritásomnak a területére, az életprioritásom területére, akkor kerülök, amikor hazaértem a munkahelyről. Az egész munka azért van, hogy megfinanszírozzam az életet, és az életünk lényege nem a pénzkeresés, hanem az, hogy mivé alakítjuk a megkeresett pénzt. Ugye a városi ember minden pénzből alakít, azzal a döntésünkkel, hogy hová menjünk moziba, azzal a pénz átalakításáról döntök, hogy értékké alakítom ezt a pénzt, és milyen értékké, az a filmválasztáson múlik. Az, hogy minden cukrászdába bemegyek, és ott mindig egy sütit eszek, vagy kettőt, az egy pénz átalakítása egészséggé, meg mindenféle más sem. Tehát mindennel a pénzt átalakítjuk, és ha férfiként ebben nem veszünk részt, és ez különleges férfi dolog, ugye, hogy azt mondjuk, hogy ha hazahoztam a pénzt, azt hagyjanak engem békén, az nem jó. A nő is hazahoz pénzt, mert a nő nélkül nincsen meg, már két keresős kényszer van, tehát a két bér is elfogy hóvége előtt, tehát a két bér is kell az esetek zömében. Tehát nagyon fontos az, hogy ehhez szükséges belső erőt, nyugalmat, harmóniát meg tudjam szerezni, hogy én akarjak és kompromisszumkész legyek. Vezetni tudjak és vezetett is tudjak lenni. Ugye? Tehát azt mondják, hogy az a hasznavehetetlen ember, aki se uralkodni, se engedelmeskedni nem tud. Na az a férfi érték, az a férfi erő, aki vezetni is tud és engedelmeskedni is tud. És ezt a munkahelyen meg tudjuk csinálni, nagyon érdekes. A munkahelyi körülmények között ez egy természetes dolog. Otthon is meg kell tudjuk csinálni. Aztán, hogy a nőkinek is kéne, hogyan kéne otthon csinálni, arról mi nem szoktunk beszélni, ugye, csak sikülnek a hölgyek is. Nyilván ott is egy nagyfokú önuralomra van szükség, hogy hogyan közelítik ezt a dolgot. De maradjunk a férfiaknál, mert végsősorban mi önmagunkat akarjuk motiválni, mert azt gondolom az vezet előre, hogy a mi saját szemünkből keressük a szálkát, és nem a másikéből a gerendát.